4,1 milliárdból gazdálkodnak, bitta nélkül fogadta el 2023-as költségvetését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés. Rendhagyó rendőrségi akció, valós történeteken alapuló szituációs helyzetgyakorlatokkal hívták fel a figyelmet az online csalás leggyakoribb formáira Máté Szalkán. Csak engedéllyel, február végén kezdik levetni a szarvasok agancsaikat, ami sokakat csábít az erdőbe, hogy összegyűjtsék a talált trófeákat. Vita nélkül fogadta el 2023-as költségvetését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés. Az önkormányzat 4,1 milliárd forintos bevételi és kiadási fő összeggel gazdálkodik ebben az évben. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A forrás nagyobbik része pályázatokból származik, működési támogatásuk 322 millió forint. Sesták Oszkár, a testület elnöke azt mondta, kiegyensúlyozott, takarékos és minden kötelező feladatot képes finanszírozni a büdzsé. Tavaly ősszel kezdtek hozzá több mint 100 éves megyeházat tetőszerkezetének felújításához. A munkára uniós forrás nyert az önkormányzat. Ennek az összege is szerepel az idei költségvetés sorai között. Az önkormányzat 2023-as bevételi főösszege 4,1 milliárd forint. Ebből főleg a pályázatok áthúzódó forrásai miatt a maradvány 2,6 milliárd forint. Az általános tartalék 122 millió forint, míg a működési támogatás 322,6 millió forint. Veres János, a testület szocialista képviselője azt mondta, azért nem volt vita a számokról, mert kevés a pénzügyi mozgástere az önkormányzatnak. Utána a megyei önkormányzatnak a különböző jogosítványai meglehetősen korlátozottak mondjuk egy 10 évvel ezelőtt állapothoz képest, ezért ha azt nézem, hogy a mostani működésünk szükséges, nagyon jelképes, mindössze 300 milliós nagyságrend az a központi költségvetési támogatás, amit a megyei önkormányzat kap, azt kell mondjam, hogy ezen nincs sok mindent vitatkozni. Ebből következően nem is nagyon alakult ki ebben vita. Nyilván a önkormányzat költségvetése maga ettől sokkal nagyobb végösszegű, mert nem csak az állami költségvetési támogatással rendelkezhetünk, hanem különböző általunk eldöntött témákban beadott nyertes pályázatok megnyert összegei is részét képezik az éves költségvetésnek. Hát itt pedig azért nem érdemes vitatkozni, mert ezekről mindig külön-külön hozunk döntéseket. Egyrészt, amikor beadjuk a pályázatot, másrészt, hogy a pályázat előreadásakor értékeljük a előreadás magát. Ezt nem a költségvetés részeként szoktuk megvitatni. Gyakorlatilag nincs nagyon mozgástér ennek a költségvetésnek a mikéntjében, már csak a nagyságrendje miatt sem, illetve, ahogy mondom, a lepusztított tevékenysége a megyei önkormányzat, nem tesz lehetővé, erre nagy vitát folytassunk. Kiadási oldalon ugyanakkor a főösszeggel készült a büdzsé, így hiánnyal nem számolnak. A kiadások között a legnagyobb értékkel a működési kiadás szerepel csaknem 3,1 milliárd forinttal. A felhalmozási kiadás 668 millió forint, míg a finanszírozási kiadások nem 350 millió forint. Lipők Sándor frakcióvezető, a testület pénzügyi bizottságának elnöke azt mondta, a közgyűlésen ugyan nem, de a bizottságban részletesen megtárgyalták a tervezetet. A testület igen, a közgyűlés, de hát azért bizottságülésen mi átveséztük, bizottsági elnök is vagyok, úgyhogy mi átveséztük ezt a közgyűlést a bizottságülésen, megvitattuk és elfogadásra javasoltuk. A testület elnöke, Sesták Oszkár azt mondta, azért nem lepte meg, hogy nem volt vita, mert már évtizedek óta szabályozott és rendezett az önkormányzat gazdálkodása. Pályázati bevételekből, állami normatívából, saját bevételekből ezek a források rendelkezésünkre állnak. Viszonylag nagynak tűnik a megyei önkormányzat költségvetése, viszont ebben pályázati pénzek is vannak. Amivel mi a feladatainkhoz gazdálkodunk, az ilyen 100 millió forint. Ennek az előkészítése történt, most is a közgyűlés általi elfogadása valóban vita nélkül. A testület a költségvetés mellett több megyei társaság, így a Kölcsei Televíziót működtető non-profit Kft. 2023-as pénzügyi, gazdasági tervét is jóvá hagyta. Rengeteg szabálytalanul közlekedő autós szűrt ki a forgalomból a rendőrség a vármegye útjain múlt heti akciójuk során. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság február 13 és 19-e között a passzív biztonsági eszközök, így a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek és a bukósisak használatát ellenőrizte. A közúti ellenőrzés ideje alatt az intézkedő rendőrök 844 alkalommal állapították meg a biztonsági öv használatának
elmulasztását, gyermekbiztonsági rendszert 10 ellenőrzött gépkocsiban nem használtak. A motorkerékpárral közlekedő járművezetők azonban kivétel nélkül mind viseltek bukósisakot. A rendőrség közleményében hangsúlyozza, a biztonsági övnek és a gyermekbiztonsági rendszernek életmentő szerepe lehet egy közlekedési balesetben, így minden utazásnál kérik annak használatát. Először, de vélhetően nem utoljára váltak amatőr színészi a Máté Szalkai rendőrkapitányság munkatársai. A rendőrök különleges módon valós történeteken alapuló jeleneteken mutatták be az online csalás leggyakoribb formáit a Képes Kávéházban. A bűncselekmények áldozatainak világnapjához kapcsolódó eseményen hangsúlyozták, aki úgy érzi, hogy internetes csalás áldozatává vált vagy válhat, forduljon bizalommal a rendőrséghez. Ezt követően egy sipphangot fog hallani, amikor is bankjához átkapcsolom, ahol az ügyintézővel bankkártya védelmét befejezheti. Hello! Hello! Letette. De melyik banktól is volt? Hello! Ó, Isten! Levonták. Ez is bedőlt. Ez ma már 10-ből az ötödik. Ez volt a gyerek tandíja. 600 ezer forintot sikerült elcsalni a nyugdíjas hölgytől telefonon keresztül. Erről szólt a jelenet a Máté Szalkai Képes Kávéházban. A trükk egyszerű, a csaló egy bank alkalmazottjaként mutatkozott be a telefonban, majd azt hitette el a gyanútlan idős hölgyel, hogy csak úgy tudja megvédeni a bank számláján lévő összeget, ha megadja annak adatait. Ehhez hasonló esetek nap mint nap előfordulnak. Éppen erre szerette volna felhívni a figyelmet a Máté Szalkai rendőrkapitányság ezzel az eseménnyel a bűncselekmények áldozatainak világnapján. Annyira aktuális ez a dolog, hogy az egyik jelenetünk, amit korábban megírtunk, az az élet szinte egy-egybe produkált, tehát tennap egy hasonló feljelentés volt, tehát itt van közöttünk, itt van a városban ez esemény, és figyelni kell rá. Nem véletlenül használom azt a szlogent, hogy a legkönnyebb a bűncselekményt megelőzni, mint később büntetni, ne legyen senki áldozat. Most tettünk egy kísérletet, hisz az áldozat elkerülésére, a prevencióra nincsenek bevált terminus technikusok, keresni kell az utat, keresem, hogy mi az, ami jó itt Máté Szalkán a fényvárosában, ahogy az emberek ne váljanak áldozattá. És természetesen nem leszünk naivak, hogy mindenkit meg tudunk védeni, nem. De egy embert megvédünk, vagy ettől többet, akkor igen, talán ez a dolog sikerre van ítélve. Ez volt az első, de vélhetően nem az utolsó alkalom, hogy a Máté Szalkai rendőrkapitányság munkatársai amatőr színészként tevékenykedtek. Bakos Olivér elmondta, saját körben dolgozták ki, hogy szituációs helyzetgyakorlatokon keresztül teszik érthetőbbé és látványosabbá a helyiek számára az internetes csalás leggyakoribb formáit. Teljesen önszerveződés alapján úgy érezték, hogy ők ilyen módon is szeretnének tenni a városért. Kísérlet egy picit, de nem tudattalan a kísérlet. Természetesen vannak olyan eszközrendszerek, amelyek beváltak, működök, és ezeket szedtük most csokorba. Hogy milyen az eredménye? Remélem meglátom az évvégi beszámolókkal, amikor arra számítok, hogy még kevesebb bűncselekményt regisztrálunk, mint az előző évben. Mi ebbe hiszünk. És ez elég muníció arra, hogy egy ilyen rendezvényekkor szívünket lelket oda téve, tényleg a megcélzott csoportnak valós megelőzési gondolatokat, és mindenkibe egy picit nem megzavar a hétköznap, de elültessük a gyanakvás, a kételkedés intézményét, és utána azt a képességet, hogy ezt tudjuk kitisztázni, és vegyük észre tényleg, ha baj van. A vezető hozzátette, aki úgy érzi, hogy gyanús telefonhívást, SMS-t vagy e-mailt kap, forduljon bizalommal a Máté Szalkai rendőrkapitányság munkatársaihoz. Szarvasagancsokat csak engedéllyel lehet gyűjteni, a nagyobb tételben illegálisan otthon tartott agancsok esetében vagy tettenérés következtében akár több milliós büntetést is ki lehet szabni. Február végén kezdik levetni agancsaikat a szarvasok, és minden elhullott trófea az állam tulajdona. Az erdőben gyűjtögetőknek azzal is számolniuk kell, hogy megzavart vadak fokozhatják a közúti balesetek lehetőségét. Biztos láttatok már a tévében ilyet, hogy mennyi szarvas szalad át az úton, szokták mutatni minden évben. De az nem magától megy,
tehát annak lenne jobb dolga, mint ott szorgálni. Fazekas Gergely vadász magyarázza a diákoknak, miért veszélyes a szarvasagancs gyűjtés. A vadászkamara vármegyei titkára a Kállai gyűjteményben megnyílt időszaki kiállításhoz kapcsolódóan mesélt a vadon élő állatokról fiataloknak, akik kézbe is foghatták az elhullajtott szarvasagancsokat. Gyakorlatilag ugye ez az agancshullajtás időszaka itt a február végétől megindulóan nekünk itt a megyében olyan nagy gondot nem jelent. Nem jellemző itt a megyében az, ami Dunántúlon több esetben jellemző, hogy kimondottan nyerészkedési céllal ilyen agancsgyűjtők járnák az erdőt. Ezek az agancsgyűjtők nyilván ilyenkor megzavarják a vadat, ebből alakul ki az, hogy ezek a szarvas rudlik ugye sokszor nem kívánatos helyen, vagy kontrolláltan módon ugye megjelennek az úton, átszaladnak, és abból baleset van. Nálunk ez nem jellemző. Egyrészt agancsot sem gyűjtenek ennyire szervezetten, másrészt, hogy mondtam is, nincs olyan mennyiségű szarvasunk, hogy ilyen nagy szarvas csapatokba, rudlikba összeállnának. Fazekas Gergely hangsúlyozta, hogy egy-két kisebb agancs hazavitele a joggyakorlat szintjén nem szokott büntető eljárást eredményezni, de a nagyobb tételben illegálisan otthon tartott agancsok esetében, vagy tettenérés következtében akár több milliós büntetést is ki lehet szabni. Maga a vadászati törvény, ami ennek a területnek a jogforrása, egyértelműen rögzíti, hogy a vad és annak minden származéka, legyen ez tojása, hullajtott agancsa, bármilyen része, a magyar állam tulajdona. Ugye ezt a vadásztársaság, vadászata jogosult kapja haszonbérbe, ő hasznosítja. Tehát innentől kezdve, hogyha én találtam egy elhullajtott agancsot kint az erdőbe, legyen az a legkisebb őzagancs, vagy a legnagyobb szarvasagancs, teljesen mindegy, az nem az én tulajdonom. Az, hogyha elviszem, az kvázi egy tulajdonnak a elvétele, kvázi lopásnak minősül. A vadászkamara titkára arra is felhívta a figyelmet, hogy a szarvast gázoló autókban keletkezett kárért egyedül a sofőrt terheli a felelősség, így sem az erdőgazdálkodások, sem a vadászkamara nem illetékes az esetleges javítatás költségeit átvállalni. A szarvas agancs hullajtás időszakában tehát érdemes fokozottan figyelni az országutakon, és emlékeztetni magunkat arra a mondásra, miszerint nem a szarvas megy át az úton, hanem az út megy át az erdőn. Erősíteni a szakmai szempontokat a családi házas építkezéseknél a tervezett új kerettörvény, amely az építőipari beruházásokat szabályozza majd július 1-től. A megyei építészkamara elnöke 35 perc című műsorunkban azt mondta, helyes a törekvés, az viszont aggályos, hogy kevés időt adtak szakmai szervezetekkel történő konzultációra. Jelentős könnyítés jelentett a családoknak, hogy a 300 négyzetméter alatti ingatlanoknál csak bejelentési kötelezettsége volt az építetőknek. Az új törvényjavaslat értelmében azonban az építési hatóság nem csak formai, hanem tartalmi szempontból is véleményezné a terveket. Ezzel a módosítással egyetért a szakmai kamara. Eddig a tervezőknek ugyan az elkészült anyagot fel kellett tölteni egy internetes platformra, ahol véleményezte a kormányhivatal, hogy megvan-e minden, de nem szakmailag és nem tartalmilag, hanem darabszámra, tehát mondjuk az én praxisomban 30 körüli mellékletet azért sikerül előállítani egy családi ház esetében is, de ha darabra megvan minden, nem mondják azt, hogy valami szakmailag nem jó benne. Ez mindenképpen változik, és az eddigi eljárást, remélem jól idézem, tudomásul vételi eljárás nevet fog kapni július 1-től. Ez azt jelenti, hogy szakmailag is felül fogják vizsgálni a benyújtott anyagokat. Tehát ettől kezdve, akinek most a mai állapot megfelel és rohamléptekkel akar építkezni, akkor húzzon bele, ezt tudom mondani, mert hogy egy kicsit nehezebb, viszont szakmailag azt gondolom igényesebb vagy biztonságosabb irányba halad majd ennek a típusú dolognak a mechanizmusa. Ez azt jelenti, hogy szigorúbban vizsgálnak például azt, hogy mennyire illik az utcaképbe a tervezett ingatlan homlokzata, vagy milyen stílusú épületet lehet egy adott városrészbe építeni. Végi József azt mondta, aggályosnak tartják viszont azt, hogy kevés időt hagyott az illetékes minisztérium a szakmai szervezetek véleményalkotására. Most köröztetett anyag, az egy 69 oldalas, az alapvetéseket olvasmányos formában tartalmazó anyag, ami valóban jobb, mint egy paragrafusokból, meg alpontokból álló töménytelen sok mindent olvasni, az nagyon hálátlan dolog ilyesféléket tömegével. Tehát ez a 69 oldalas anyag, ez egy olvasmányos valami. Ettől függetlenül
A konkrét szövegezés majd a törvénybe fog megtörténni. Nyilván annak is eljön az ideje, amikor ez is valamilyen szintig még közkincsé lesz téve, de aztán még a törvények mögött is úgynevezett végrehajtási rendeletek szoktak lenni, amik tovább pontosítanak olyan dolgokat, amit már a törvénybe se fér bele, vagy ami a sorok közt van, vagy nem tudom hol, és ezt erőteljesen hiányoltuk, hogy a végrehajtási rendeletekre és azoknak a véleményezésére egyrészt, hogy nincsenek, az is baj, de az, hogy ezekre végképp nem lesz idő, hogy ezeket még véleményeztesse a kormány, ez szinte biztos. A tervek szerint az új jogszabály 2023. július 1-től lépne életbe. A kamarai elnök abban bízik, hogy eltolják az életbelépést, így több időt hagynak a konzultációra. Péntektől Mici Mackóval találkozhatnak a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban a gyerekek és a mesét kedvelő felnőttek. A Milne regényéből készült mesejátékot Urmai Gábor állította színpadra. A címszerepben Tar Dánielt láthatja a közönség. Mici Mackó történetét gyerekek és felnőttek egyaránt ismerik a képernyőről, és szeretik is, de mostantól színpadon is találkozhatunk a Pagony utca lakóival. Minden napjuk egyformán indul, ám Robert Gida fejében új életre kelnek a mesehősök. Olyan csodálatos világba csöppennek, ahol minden megtörténhet, a humoros szituációktól, a szívmelengető helyzetekig. A Mici Mackó című könyv alapját a Milne által megírt és kiadott, a kisfia és annak játékállatai kalandjain alapuló rövid történetek adták. A klasszikus mese Karinti Frigyes nagyszerű fordítása nyomán készült. Nagyon emberi az egész történet. A karakterei, a figurái, a maguk is esendőségükkel, a kis dühükkel, a narcisztizmusokkal, a butaságukkal, a szerethetőségükkel rengeteg emberi vonást hordoznak, csak hát állatka formába öltötte Milne, de nagyon magára ismerett mindenki, és nagyon szerethető. Urmai Gábor nem csak az előadás rendezője, Bagoly szerepét is ő alakítja. Mici Mackót Tar Dániel játsza, aki az idei évadban már a harmadik mesejátékban közreműködik. Abszolút nem bánom, mert ez is valahogy újat tudott hozzám adni. Iszonyatosan érdekes volt más megközelítésből egy mesét megcsinálni, olyan szempontból, hogy ez inkább egy ilyen szinkron gyakorlatnak könyvelném el. Mivel hogy ugye nem egy akciódús történet, nem ezért szeretjük a Mici Mackót, a Karinti szöveget, hanem azért, mert iszonyat szellemes, vicces, és azt gondolom, hogy a gyerekeknél, illetve majd a nagyobb gyerekeknél is azzal tudunk sikert elérni, hogyha nagyon jól vannak karakterizálva ezek a szereplők, és én azt gondolom, hogy az összes kollégám ezt maradéktalanul megtette. A Mici Mackó a Pagony utca 100-ban című előadás további szerepeit Törő Gergely Zsolt, Jenei Judit, Tóth Károly, Tari Patrícia, Pregicel Fruzsina, Kövesdi Csenge és Gyuris Tibor alakítják. A mesejáték nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is remek szórakozást ígér. Ha medvicske volna a méhecske, patörzsaján ülne a mézecske, ha még volna mette, amit feltehete, nem kéne megmászni ennyi emeletet. Két világkupa verseny között hazai környezetben készült Tarjányi István, a Nyíregyházi Sportcentrum kerekesszékes vívója, a második helyet foglalja el a kvalifikációs világranglistán, így jó úton halad a párizsi paralimpia felé. Pálkai Béla tanítványa legközelebb március közepén az olaszországi Pizában gyűjthet ranglista pontokat. Tarjányi István edzőjével, Pálkai Bélával iskolázik a Nyíregyházi Atlétikai Centrum vívó termében. A mozdulatokat nem lehet eleget gyakorolni, a párizsi paralimpiára készülő kerekesszékes vívó heti 5 alkalommal tréningezik mesterével. Emellett kondicionáló edzések és gyógytorna is szerepel a programban. És persze ott vannak a versenyek is. Legutóbb a tengeren túlon, a Washingtonban rendezett világkupa viadalon az 5. helyen végzett István. Volt egy kis problémám az átállással, mert hogy odaérkeztünk egy hosszú út után este, és én másnap reggel már azonnal kezdtem. Tehát ott éreztem egy kis problémát, hogy nem igazán voltam 100%-os. Szerintem ez okozta a problémát, hogy idézőjelben csak 5. lettem. Tehát éremért mentem oda is, nagyon szerettem volna.
majd a következő versenyre összejön. Nagyon erős a mezőny, főleg szerintem a B kategóriában, ahol én vagyok, a kard az nagyon-nagyon erős, főleg Európa, de verhető mindenki, mint az Európa-bajnokságon is sikerült ezüstérmet szereznem. A következő világkupa verseny Olaszországban lesz március közepén. Pízában már többször is sikeresen szerepelt a nyíregyházi sportoló, aki kis túlzással hazajár az ottani viadalra. Jelenthet előnyt, de már annyiszor hallottam, hogy ott mindig jól szerepelek, hogy meg kis gyomás is van rajtam. Remélem, hogy sikerül jól vívnom. Én ugyanúgy megyek oda, mint minden világkupára és minden versenyre, hogy 100%-ot kiadom magamból, és meglátjuk, hogy ott abban a pillanatban ez mennyire lesz elég. Szerencsére kardban nagyon jó edzőpartnereim vannak. A csapattársam Csépke Bence, aki elkezdte pár éve, ő is nagyon sokat fejlődik, és már ő is nagyon jól vív, meg jönnek régen, akik éppen vívtak, ők is beülnek velem szembe a székbe, tehát nagyon sok segítséget kapok. Tarjányi István jelenleg a második helyen áll a kvalifikációs világranglistán. Ahhoz, hogy ezt a helyezést meg tudja tartani, folyamatosan fejlődnie kell, mivel fejlődnek az ellenfelek is. A gyakorlati tréningek mellett ezért a riválisok elemzése és a mentális felkészülés is része az edzésprogramnak. Ez egy végtelen játék, mert minden akcióra van egy válaszakció, úgyhogy a fejlődés az folyamatos. Úgyhogy nem állunk meg, hanem mindig, amiből az ellenfél felkészült, mi arra fogunk ráváltani, mi meg abból készülünk. Ugye a vívás köztudottan egy nagyon mentális sportág, nagyon-nagyon komoly testi-lelki felkészültség szükséges, úgyhogy a testi mellett a lelkit is gyúrjuk keményen. A pízai verseny mellett még három másik világkupa viadalon és a világbajnokságon gyűjtheti idén a ranglista pontokat a nyíregyházi vívó. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Idei első ülését tartotta immáron új nevén a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés. A képviselők több az uniós pályázati forrásokkal kapcsolatos döntést hoztak, emellett fenntartásukban működő társaságok beszámolóit fogadták el. A testület vita nélkül fogadta el a 2023-as költségvetést, az önkormányzat 4,1 milliárd forintos bevételi és kiadási fő összeggel gazdálkodik ebben az évben. Szerdán volt a bűncselekmények áldozatainak világnapja. A Mátészalkai rendőrkapitányság munkatársai különleges módon valós történeteken alapuló szituációs helyzet gyakorlatokkal hívták fel a figyelmet az online csalás leggyakori formáira. A Képes Kávéházban rendezett eseményen hangsúlyozták, aki úgy érzi, hogy internetes csalás áldozatává vált vagy válhat, forduljon bizalommal a rendőrséghez. Február végén kezdik levetni a szarvasok agancsaikat, ami sokakat csábít az erdőbe, hogy összegyűjtsék a talált trófeákat. A vadászkamara szakemberei minden évben felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy az agancsokat csak engedéllyel lehet gyűjteni, ráadásul a megzavart vadak fokozhatják a közúti balesetek lehetőségét. Február 23-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, legközelebb pénteken este jelentkezünk majd a vármegye legfontosabb történéseivel. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! Pénteken hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számítani lehet, az észak-keleti-keleti tájakon azonban késő délutánig erősen felhős ég lesz jellemző. A gyenge eső kora délutánra a keleti határvidéken is megszűnik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 10 fok között valószínű.